Maja Lönde, Hónővér, hetedik fejezet. Az étkezőben terítettünk meg, amelynek falai teljesen lilák voltak. Ez az adventi szoba, közölte Hedvig. Ugye milyen szép? Igen, nagyon. Már is mindenütt elkészültetek a díszítéssel, tudakoltam. Ugyanis itt is minden tele volt karácsonyi díszekkel. Az ablakokban fehér papírangyalok repültek, a csillára piros szaragokat aggattak, az asztal közepén pedig egy hatalmas adventi koszorú négy méteres gyertyával. Úgy tűnt, itt minden egyes szobában égnek adventi gyertyák. Hogy elkészültünk el? De hogy is? válaszolta Hedvig. A házban még egy csomó hely nincs rendesen feldíszítve. pedig fontos, hogy mindenhová kerüljenek díszek. Tudod miért? Nem. Ha az étkezőt egyszer kicsinosítottuk, igazságtalan lenne a vécét nem feldíszíteni. A vécé még megbántódna. Megbántódna? Kérdeztem vissza, és önkéntelenül is álmosolyodtam. Szerintem egy háznak is vannak érzései. Minden egyes szobának, főleg a gajvillában, ha érted, mire gondolok. Értem, felálltam. A gajvilla ugyanis valóban egy eleven ház volt. Eszembe jutott, hogy érdeklődjem a hintaszékről, amely egyszerre réginek és újnak is tűnt, és hogy Hedvig is tapasztalta már hasonlót. De túl gyorsan beszélt ahhoz, hogy közbe tudjam szúrni a kérdésemet. Imádok díszíteni, magyarázta. Szerintem karácsonyra a ház legapróbb zugát is fel kell ékesíteni, nem gondolod? A karácsony első, első számú szabálya a karácsonyból sosem elég. Még a takarítószobát is fel kell díszíteni. Van egy külön télapom, amit oda szoktam helyezni, hogy akkor se feledkezzen meg az ember a karácsonyról, amikor kinyitja az ajtót, hogy elővegyem valami unalmas dolgot, például a partvist. Szerintem így kell, hogy legyen. A karácsony ugyanis olyan csodálatos időszak, hogy egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk róla. Bólintottam, és eszembe jutott a mi adventi gyártya tartunk, amely még mindig len kallódott a pincében. A délelőtt előtt hátra lévő részében csak az járt a fejemben. Végül másra szinte nem is tudtam gondolni. Elköszöntem Hedvigtől és haza siettem. Amikor beléptem a lakásunk ajtaján, anyáik a kanapén ültek egy-egy újsággal a kezükben. Úgy tűnt, hogy ráérnek, bőven lenne idejük arra, hogy elővegyék az adventi gyertyatartót, gondoltam. De mivel a jelek szerint megint megfeledkeztek róla, én magam mentem le a pincébe egy polc tetején állt a karácsonyfedíszeket tartalmazó doboz előtt. Az elmúlt egy év alatt egészen beszürkült, minden esetre fogtam és felvittem magammal. A konyhaszekrény mélyéről elővettem a résztisztító pasztát, meg egy rongyot. Rákentem a gyertyatartóra a tisztítószert, rajta hagytam egy ideig, ahogy apától láttam, majd letöröltem róla. Ekkor láthatóvá vált a gyertyatartó igazi színe. Addig dörzsölgettem, amíg az utolsó szürke, szürke folt is eltűnt. Aztán a konyha asztal közepére állítottam, és néztem egy darabig. Ilyennek kell lennie. Ragyogóan, aranyróan fényesnek. Már csak a gyertyák hiányoztak belőle. Sokáig kotoráztam a konyhai fiókokban, mire találtam egy csomag régi gyertyát, meg egy doboz gyufát. Anyáék korábban gyakran gyújtottak gyertyát, főleg ősszel, amikor beállt a sötétség. Idén ősszel viszont beérték a csillárfényével. Ez a csomag bizonyára tavalyról maradt. A gyertyák fehérek voltak, de nem számított. Kivettem négyet a csomagból, és beleállítottam őket a gyertyatartóba. Kisé nehéz volt a helyükre rögzíteni őket, de némi alufóliával megtámogatva sikerült, ahogy apától láttam. Hármat meggyújtottam, és hátrébb léptem. A gyertyák fehér színét leszámítva a gyertyatartó pontosan úgy nézett ki, ahogy mindig. Egy villanás nyőröm suhant át rajtam. Végre ide is megérkezett az advent. Ebben a pillanatban apa lépett a helyiségbe. Elindult a kávéfőző felé, hogy megtöltse a bögréjét. A jelek szerint az asztalon álló gyertyatartót észre sem vette. Hangosan megköszörültem a torkomat. Ennyi, szólalt meg apa. Megfáztál? Á, nem, feleltem. Ne felejts el sálat venni, figyelmeztetett apa, Leemelte a kiöntőt a kávéfőzőgépről, és félig megtöltötte a bögréjét. Aztán elindult a nappali felé. Megint megköszörültem a torkomat. Ezúttal még hangosabban. Apa megtorpant, rám nézett. Jól vagy? Még mindig nem vette észre az asztalon égő gyártyákat. A régi apának azonnal megakadt volna rajtuk a szeme. Rögtön felfigyelt mindenre, főleg, ha én tettem valamit. Ez az új apa másolat azonban nagyon áltompult, annyira, hogy úgy éreztem, meg sem érdemelte, hogy adventi díszt készítsek. Nagyot nyáltam, de most nem szabad elszomorodnom, nem sírhatom el magam. Elkészítettem az adventi díszt, közöltem sietve, és az asztalon álló gyertya tartóra mutattam. Ó, vette észre, apa, tényleg, na hát? Igen, mondtam, nézd csak meg, ezt hol találtad? A pincében, Értem, felelte, és mély levegőt vett. Már három gyártja benne. Bizony. Holnap pedig a negyediket is meggyújtjuk, jegyeztem meg. Hogy rohan az idő, állapította meg apa. Nagyon helyeseltem. De te megtaláltad a gyertyatartót. Ha már ti elfelejtettétek, feleltem. Igen, úgy tűnik, ismerte el. Úgyhogy megkerestem, mondtam, meg is tisztítottam, ahogy te szoktad. Remek, dicsért meg, nagyon jó Noel. De nem úgy tűnt, hogy komolyan gondolja. A tekintetét továbbra is nagyon távolinak éreztem. Megsimogatta a fejemet, fogta a kevésbökréjét, és visszament a nappaliba. Csak álltam ott a konyhában egyedül, az adventi gyártyatartó négy gyertyája mellett. Szomorú látványt nyújtottak, úgy láttam, mintha magányosak lennének, és a színük sem volt megfelelő. Sietve elfújtam a három égő gyártyát. A kékes és tati... taszító füst ott maradt a levegőben. Idióta gyertyák, gondoltam magamban. Idióta advent. Kimentem a konyhából, és felvonultam a szobámba. Becsaptam magam mögött az ajtót, de bizonyára senki nem hallotta. Aztán ledoltam az ágyamra, és az arcomat a párnába temettem. Így feküdtem az egész arcomat a párna húzatba fúrva, míg nem meg kellett fordulnom, mert nem kaptam levegőt. Gondolj valami szépre, Noel, mondtam magamnak, valami szépre. Amikor valami szépre akartam gondolni, általában a szenteste képét idéztem fel, de most ez sem használt. A jelek szerint ugyanis idén elmarad nálunk a karácsony. Aztán Hedvig jutott eszembe, a kedves arca, a nevetésre álló szája. Próbáltam felidézni a nevetését, amelyből egyszerre melegség és felszabadultság áradt. Ez segített. Arra gondoltam, mennyire kedves volt hozzám Hedvig. Ideje volt tehát, hogy én is kedves legyek ő hozzá. Hogy tegyek valamit, aminek igazán örül. És már tudtam is, mit találja ki. Felkeltem az ájról, az íróasztalomhoz léptem, és elővettem a malac párseimet. Ha sietek, még zárás előtt odaérek az üzletekhez.